Das ist der Rossi drin. Du musst einen Schnee fangen. Einen Schnee fangen? Weil dann fang ich Schnee. Er sieht der Gelbe ist. Fährke da, Papa. Nimm Kaffee, Mama. Das war schon Gelbe. Lech, Karjani. Weil mich visszaalszik. Ki tudja? Szerintem még ő se tudja. Várunk egy kicsit, mert nem tudom, hogy a fiatalember mit szeretne. Jó reggelt, sziasztok! És lehet, hogy ez lesz az a nap, amikor megkiusol a kávézóna. Hopp! Hopp! Felmegyünk, megnézzük. Csókolom! Csókolom! Hello! Nézd, már ott is van egy baba. Tök hasonlít rád, nem? Ki az a jóképű? Ki az a jóképű? Összeöltöztünk, most csíkosak vagyunk. Hm? Ott a jóképű, nézd ott. Hello! Hello! Gyere, kihozom a járókát, jó? Ez biztos nagyon sok anyuci ismeri, az a bizonyos tanuló kutyus, aki nem tud végig énekelni egy nyomorult dalt. Tehát, hogy elkezd énekelni, és utána elhallgat. Szív, ez az egyik kedvencem. Egy icipici pók felmászott az ereszen. Jött egy nyári zápor, lemosta hirtelen. De kisütött a nap, és felszárított mi. És hol a vége a dalnak? Nem, egyébként aranyos a Norbinak is volt, és ő nagyon-nagyon szerette. Milán is előszeretettel nyomkodja össze-vissza, és egyébként ezek már okosabbak, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, mert itt a talpukon lehet nyomkodni, hogy miket mondjon, meg miket énekeljen, ugye, hogy nő a gyerkőc, úgy ugye már tudja, hogy kéz, fül, ilyesmi, aztán... Zöld kéz. És akkor van a hármas. Hármas szint. Utánozzunk valamit.
most meg szépen a kezedet, a kezedet, a kezedet. Így most meg szépen a kezedet, míg szép tiszta nem lesz. Hey! Ezt a dalt nem is ismertem. A, mint alma, finom és ropog. Együnk egy almát, rap, rap, rap. Ez rendkívül rímelt egyébként. Trapolj úgy, mint egy elefánt. Persze. Egyébként, igen, tehát, hogy ezek a dögök, ezek nagyon jó dolgokra tanítják a gyerekeket egyébként. Trappolj úgy, mint egy elefánt, persze. Mi van még? Fül. Hallgass csak! Mi ez a hang? Kacsa! Egy kacsa. Háfogjunk, mint a kacsa. Szeretlek, szeretlek a világ, gyerek. Ezt sose feledd. Igen, akkor ez volt a hármas, és akkor van a... Van az egyes. Játszunk egy kicsit. Kéz! Kéz! Jöjjön az ABC. Nem jön. Még meg kell nyomni hozzá még egyszer. Na mindegy, igazándiból az a lényeg, hogy... hogy ezt a tanulós kutyust egyébként a Norbi is nagyon-nagyon szerette. Van azt hiszem külön kislányban, hogy Masli van a fejecskéjén. Én szerintem azt sose fogom megtudni, hogy milyenek a kislányos gyerekholmik. Ha egyszer lesz is harmadik gyerekem, szerintem ő is fiú lesz, bár mondjuk ugye eléggé leszögeztem, hogy bezárt az akvapark. És szerintem ő is fiú lesz, tehát hogy ez a már csak azért is kategória. Rafi, légy szíves, szállj le a kanapéról, mert neked senki se osztott lapot. Szállj le a kanapéról, köszönöm szépen. Azt hiányzik, hogy kidagazd. Ja. Ja, úgyhogy ezek jó pofák egyébként, ezek a tanuló kutyusok. Nem tudom, ismeritek-e, szerintem a anyukák tudják, hogy mire gondolok. Van egy ilyen, hogy beszélősétagolyó. Amikor én először meghallottam annak a hangját, most akkor, szóval, hogy ez most akkor lány vagy fiú, és miért van ilyen hangja, ha lány, ha fiú? Tehát, hogy igazándiból ilyen, fú, ilyen nagyon-nagyon fura hangot találtak annak a sétagolyónak. És akkor gyere, sétáljunk, és olyan furán mondja, rögtön ezzel jut eszembe a bohóc, abban a filmből. Gyere, sétáljunk! Jó! Én veled nem akarok sétálni. Képzeljétek el, hogy itt a Dunakeszin a posta teljesen megundolandulva. Megbeszéltük, hogy a héten gyümölcslap van, nem? Még sajtot is mersz rá tenni? Na, szóval, hogy meg van bolondulva itt Keszin a posta, megjött a Vikinek a csomagja, és nem dobtak be róla értesítőt, az egy dolog, de nem is azt, hogy azonnal nem dobtak be értesítőt, hanem már itt van egy hete, és a Viki már ide telefonált, és azt mondták neki, hogy itt van, én meg bent voltam, illetve nem én, hanem a Robi, de ő meg bent volt, és neki meg azt mondták, hogy nincs itt, aztán nagy nehezen milyen érdekes csak előkerült, amikor a Robi bediktálta a csomagszámot. Hát, na mindegy. Itt van a Vikinek a csomagja, úgyhogy ezt most én ki is nyitom, mert ez is már egy jó ideje kavarog itt az éterben, és már nagyon-nagyon sokat vártunk rá, hogy ide érjen. Ő is, meg én is. Úgyhogy Milán közben próbálkozni. Hova szaladsz? Hova szaladsz? Hova úszol, cicám? Hova úszol? Hova úszol? Hova? Hogy fordítsa? Így? És csak? Így, tessék, víziló, na, de, víziló, nézd milyen szép, kék, zsirávkék, vagy itt a polipintyó, kacsó, rákcsakacsa. Na, úgyhogy meglessük, hogy mi van a csomagban. Jaj, de édes, de cuki vagy, Viki, figyeld már. Álompasi vagyok.
mint apa. Bocsi, bocsi. De édes, hát ez nagyon cuki. Köszönjük szépen, de aranyos. Hát ez nagyon-nagyon édes, de cuki. A másik pedig... Anyukám kis hercege vagyok, de édes, nézd már meg milyen cuki. Nagyon cuki. Köszönöm szépen, Viki, de aranyos. Jaj, de cuki. Hát ez tündéri. De aranyos, köszönjük szépen. És akkor van itt egy levélke. Levélovics. Hűha. Szia, Niki, végre eljutottam én is oda, hogy írásba foglaljam szavaim. Hát a sajnos nem tudom, mióta nézlek, de az első videó, amit láttam, az Paravlog Eger. Habi város nézés se, mert tavaly mielőtt mentünk Egerbe, YouTube-on rákerestem, és nem téged dobott be. Szóval szerintem 2016 novemberre. Szóval én régen némán követtelek, és úgyhogy nem kommenteltem egészen tavaly novemberig, azóta pedig... Rafi, fejezd be, légy szíves! De nem érdekel! Úgy, tedd le oda magad. Hol tartottam? Azóta pedig Instán, meg Facebookon is beszélgetünk. Néha már úgy tekintek rád, mint a nővéremre, pedig csak 3 hónapon köztünk. Ahogy nézem napról napra a videókat, és az az érzésem, hogy ismerlek régóta, you know. Annyira szeretem veled megosztani a fontos dolgaimat. Remélem nem érzed magad emiatt rosszul, hogy néha ilyeneket zúdítok rád, de hogy is nyugodtan írjatok csak. Írjatok minél többet, ahogy tudok, válaszolok. Néha egy kicsit lemaradok, mint a borravaló, de igyekszem, nagyon-nagyon igyekszem képben maradni. Úgy képzeljétek el, hogy egy videó után, hát nagyjából, hát az átlag az egy ilyen 10-15-20 levél, ez az átlag. Ha valami olyan témát pendítek meg, ami mondjuk a múltkor volt ugye a nevelésről szó, hát giga, nagyon sok, botrányosan sok, még e-mailt is kaptam, amit eddig nem. Szóval, hogy így eddig nem nagyon írtatok az e-mail címemre, és most tök véletlenül egyébként láttam, hogy jött egy e-mail, és azóta láttam, hogy van több is, csak én nem nagyon figyeltem az e-mail címemet, mert ugye mi van az emberben, inkább Instán vagy Facebookon írtok, nem baj, majd valahogy megpróbálom kihámozni, mert ugye az a baj, hogy a paranormális e-mail címemre direkt nem, tehát az direkt nem is raktam ki. Tele van mindenféle szeméttel, meg levélszeméttel, meg mindennel, és meg ilyen hírlevelekkel, és elveszik köztük. És az a baj, hogy azt vettem észre, hogy a sajátom is. Tehát, hogy most már... Minden regisztrációnál van az a kis izé, hogy akkor feliratkozol a hírlevélre, igen ám, csak szerintem ez úgy működik, hogy feliratkozol arra a hírlevélre, és még másik 50-re, vagy nem tudom. Mi volt, nem, a mellplasztikáról, vagy 4 e-mailt kaptam, amit tudom én, milyen magánkórháznak a akciója, hogy most akkor... Nem tudom, hogy egyet fizet, kettőt kap, vagy kettőt fizet, egyet kap. Egyet fizet, kettőt kap. Történet, na mindegy. Azt mondja, hogy... Ha jól tudom, mész a plétre, nem tudtam elmenni, srácok. Nem tudtam elmenni, sajnos. Eddig úgy volt, hogy megyek én is, de sajnos a mai napon megtudtam, hogy aznap délutános leszek. Ó, remélem lesznek, de egyébként akkor nem is baj, mert akkor így nem volt neked ilyen csalódás, én nem voltam ott. Legyen lángos receptes videó, úristen! Lángost reggelire! Mi történt? Mi történt? Szia! Éhes vagy? Éhes vagy? Hát de ne azt tedd meg, várjál, akkor csinálok neked hamit. Csinálunk neki kajcsit közben. Szóval, hol tartottam? Ja, lángos, reggelire. Oké. Remélem lesz még alkalom, hogy lehessen veled találkozni. Remélem, hogy lesz, ha... Még az a baj, hogy még rohadtul nem látom át az augusztus, de augusztus végére szeretnék egy ilyen kis,
piknikes közönség találkozót a Margit szigetre. Meglátjuk, lehet, hogy szeptember lesz belőle. Jó. Csak azért nem akarom átrakni szeptemberre, mert ugye akkor már suli van, és ti is nehezebben mozogtok. Jó. Ajajajajajajaj, hát itt nagyobb éhínség van. Bocsánat. Anya, ne beszélj már annyit, ha én éhes vagyok. Jó van, szívem, semmi baj. Jó. No problema. Mindjárt ők. Horzasztó. Anya, hát nem hallod? De hallom, szívem. Várjál, beragadtak a nál. Jaj. Csinálom. 3, 6, 9, 12, 15. Jó. Oké. Megyek. Oké. Ez az éhes nyűnyögés. De láttátok egyébként, hogy most se sír, ő csak zúgolódik. Kajcsizott. Meglátjuk, hogy ez most mennyire volt elég. Lehet, hogy elég volt. Na mindegy. Oké. Lehessen vele találkozni, nem adom fel. Rajzolni nem tudok, így azt nem fogok, de azt elmondhatom magamról, hogy te vagy a kedvenc videósom. Köszönöm szépen, jaj, de édes vagy, és akkor itt van, hogy Mucikák, Norbi, Móni, szeretünk, Niki, you know, Robi, Milán, Cuki, ajándékot mellékeltem, bocsi a csúnya írásért, Vidiben olvast fel, szeretnék tőled kérni autogramot, remélem nem lesz nagy kérés. Természetesen nem, itt vannak a parakártyák, veszek egy palomnyi borítékot, megcímezem, aztán akkor mennek vissza a kártyánkák. Köszönöm szépen neked, Viki! Nagyon-nagyon cuki vagy, iszonyatosan aranyosak ezek a kis bádik. Nagyon-nagyon tündériek. Köszönöm szépen. Ja, és ez volt ráírva a borítékra. Iszonyatosan aranyos. Nagyon szépen köszönöm. Én szerintem ezeket nem is rakom vissza ebbe, hanem ugye a levél az megy a parafalra, a borítékra meg kell a cím, ezen megy a mosógépbe. Jó. Megvan itt mindennek a helye. Na, mit akartam még mondani? Képzeljétek el, úgy felbosszantottam magam, le kéne szoknom erről. Képzeljétek el. Na mindegy, szóval felbosszantottam magam, mert beállítottam YouTube-ra bizonyos csúnya szavakat és kombinációjukat, hogyha valaki ugye olyat ír a kommentbe, akkor ez ne kerüljön egyből ki, hanem csak az én jóváhagyásom után, és írt egy anyuka, és valamiért, egyébként én nem láttam benne semmi olyat, mindegy, valamiért fent akadt a szűrőn, és itt ültem lent a kanapén, és nyomtam, hogy jóváhagyás, és a izét vette be helyette a törlést, és fogta és kitörölte az üzenetet, vagy fogta és kitörölte a kommentet, és én ezt egyszerűen nem hiszem el, hogy ma már minden visszakérdez, érted? De még a mikró is. Biztos, hogy kiveszed a kaját? Biztos, hogy megmelegíted? De tényleg, tehát, hogy így nem tud semmilyen műveletet végrehajtani a telefonodon, a Facebookon, sehol se igazándiból, mert akár mindig visszakérdez, biztos, hogy törlöd? Ő nem. YouTube nem kérdez vissza, ő csak töröl. Rohadj meg. De és akkor utána legalább lenne egy mappa, a törölt megjegyzések, vagy mit tudom én, felfüggesztett megjegyzések, vagy tököm tudja, ahonnan vissza lehet szedni, de nem lehet visszaszedni. Pedig egyébként tök érdekes téma volt, amit az anyuka mondott, mert igaza van, és én is rohadtul félek ettől, ugye a nem nevelt gyermekek kapcsán, hogy ők utána az ilyen gyerekek lesznek a mi gyerekeinknek a csoporttársa, meg az óvodatársa, meg az iskolatársa. És tudjátok, hogy milyenek a gyerekek, akinek már óvis a gyermeke, azt tudja nagyon jól, hogy hazahozzák a hülyeséget. És ezt nem tudom szebben kifejezni, ez így van.
Hazahozzák, eltanulják, látják a másiktól, tök simán eltanulják a hülyeséget, és tényleg sajnos erre nincs jobb szó. Eltanulják, mert nem tudom, hogy miért, valamiért, nyilván azért, mert a hülyeség az ragadósabb. Úgyhogy igen. És az a baj, hogy nem nevelekék, úgy gondolják, hogy ez így jó, ez így tök jó, tényleg zseniális, és utána beengedik az óviba a gyereket, és akkor az első egy hónap után, mire végre kijött anya szoknyája alól, utána szarrá terrorizálja a többi gyereket, meg hisztizik, meg toporzékkal, meg mit tudom én, amit a többi gyerek meg eltanul. Érdekes. Igen. És én egyébként nagyon sokszor mondom a Robinak, amikor látom, hogy a Norbi hazahozott valami hülye viselkedést az óvodából, mert tudom, hogy itthon ilyet nem lát. Mit tudom én? Van ez a sértődése. Ezt is az óvodából hozta, ezt is valamelyik kis óvodás társától látta, mint ahogy azt is volt egy ilyen időszaka, hogy megsértettél. Mit csináltam? Megsértettél, anya, és akkor potyogtak a könnyeim. Mondom, egy fiú nem sír. Kettő. Mi az, hogy megsértettelek? Mondom, azzal, hogy megkértelek, hogy húzzál el fogat, most a negyedjére kértem. Hát de hogy beszéltél vele? Mi, hogy beszéltem? Na, négyszer szóltam, negyedjére már igen, egy kicsit mérgesebben szólok, amikor még mindig itt állsz, és nem mentél el fogat mosni. És akkor volt egy ilyen időszak, megsértettél. Hát és akkor mondtam neki, hogy te is nagyon sokszor megsértesz engem, meg az idegrendszeremet is, úgyhogy távozz el fogat mosni. Köszönöm szépen. Ezt is az óvodából hoztam. Mondom, ez a megsértődők, ez is az óviból van. És rohadt mód bosszantó, hogy itthon nem lát ilyet, tőled nem lát ilyet, ott meg eltanulja. Ez ugyanaz, mint a csúnya beszéd egyébként. Próbálsz itthon, én is, tudjátok nagyon jól, hogy azért tudok csúnyán beszélni, és szoktam is néha. Néha azért kicsúszik egy-egy... Szóval néha kicsúszik egy bazd meg. Wow! De amikor itthon van a Norbi, vagy majd hogyha a Milán is már akkora lesz, nyilvánvalóan odafigyelek rá, hogy tőlem, legalább tőlem ne hallja, se az apjától. Bőven elég a sok gyerek az óviban. És képzeljétek el, hogy ez tényleg... Tehát, hogy így, igazándiból én ezt csak így gondoltam, hogy tőlem ne tanulja, és a Robitól se. Úgyhogy én a Robira is rászólok, ha itt van a Norbinak a keresztapja, és olyat mond, akkor rá is mindig rászólok, hogy Bubi, most már persejezés lesz a csúnya beszédért. Tényleg próbálok rá odafigyelni. És utána bemegy az óvodába, és jön egy kisgyerek, aki olyan mocskosan beszél, mint a kocsis, és természetesen a hülyeség ragadós, és ráragasztja a Norbira. És ugye nem csak a Norbira, hanem a többi gyerekre is. Mert néha félelmetes egyébként, hogy milyen csúnyán tudnak beszélni. És nem tudom. Én tudom nagyon jól, hogy én itthon ilyet nem hall a gyerek, mert mi, amikor ő itt van, nem beszélünk csúnyán. Úgyhogy érdekes. Én is egyébként hozzáteszem, hogy ő amikor csúnyán beszél, olyan cifra dolgokat hallottam, amit az óvónő mondott nekem, hogy a Norbi mit mondott, hogy ilyet még én sem mondok. Szóval, hogy nem azt mondta a gyerek, hogy bazd meg, vagy mit tudom én, hanem valami mit tudom én, micsodát. És csak így álltam, és mondtam Margó néninek, hogy ez biztos, hogy nem otthonról hozta. Tehát ezt itt az óvodában hallotta valakitől. Úgyhogy igen. Mi, akik nevelnek, mi rajta vagyunk, mi próbáljuk őket terelgetni, próbáljuk őket nevelni, és utána bekerül 3-4 olyan gyerek az óvodába, aki nincs megnevelve, és... Igen. Ja, arról nem is beszélve, hogy a hisztis és akaratos gyerekek, hát ugye, ők a jövő. Szóval, hogy így, akkor ők fognak érvényesülni. Miért? Nem tudom. Szóval nem egyszerű. Nagyon-nagyon-nagyon sok dadának tanuló, hogy hívják őket,
akik ugye majd a bölcsibe, meg az oviba is így dada, nem tudom, én nekem a dada marad. Nagyon sokan írtatok, nagyon sok anyuka írt, nagyon sok olyan szülő írt, aki ugyanattól fél, mint én, hogy ezek a nem neveltek lesznek majd egykoron a mi fiainknak és lányainknak az osztálytársai és csoporttársai, és itt tök jó lesz, hát igen, tök jó lesz. Egyébként azt tetszett a legjobban a nevelős videóm alatt, hogy nagyon sok anyuka írt olyan történeteket, és sok pedagógus írt, privát üzenetet, a videó alá is írtak, aki most tanul pedagógusnak, meg aki már pedagógus, bölcsibe, oviba, igazándiból teljesen mindegy, és fogják a fejüket, és nem értik, hogy ez mire jó, és ők is így fogalmaztak, hogy ez félelmetes, és szerintem is az. Hát mindegy. És ugye sokkal könnyebb a nevelés helyett, ez a kedvenc szlogenem, sokkal könnyebb a nevelés helyett ráfogni, ez csak egy korszak. Hosszú lesz ez a korszak. Hosszú korszak lesz. Na mindegy. Úgyhogy érdekes. Hát lassan azért csak sikerül a Norbinak is megtanítani azt, hogyha Áronka hülyeséget csinál az óvodában, akkor ne utánozzuk már. Tehát ha Áronka kútba ugrik, akkor ne ugorjunk már utána. Tehát ezt most már lassan azért úgy kezdi megérteni, de az elején kaotikus volt, amiket hazahozott. Tehát borzalmas volt a viselkedés, amit hazahozott az óvodából. És ugye egy 3 éves gyereknek hogy magyarázod el, hogy látta, hogy Robika, mit tudom én, toporzékolt, meg hisztizett, és utána nem tudom, hogy mi történt, ugye, mert nem voltam ott sajnos, de ezt látja egyszer, kétszer, háromszor, és ráragad. Ha tetszik, ha nem. Ez olyan, mint a Juno vagy a Móni. Hát nálatok is, hát rátok ragad a hülyeség. Jó, de mondjuk ez jófajta hülyeség, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy jófajta-e. Na mindegy. Szóval, érdekes. Peti fogalmazott nagyon-nagyon jól, hogy a nem nevelő szülős videó alatt így születnek a nokedlik. És tényleg így születnek a nokedlik, mert utána ők lesznek azok, akikkel, ha pici korában nem foglalkozott vele anya, akkor nagykorában, amikor már büdös kamasz lesz, és szájjal, és nem engedelmeskedik, vagy ne adj Isten a fejedre nő, mert ugye nem nevelted meg, akkor nagykorában ugye miért foglalkozna vele, és ők azok, akik utána trollkodnak, és igen. Így születnek a nokedlik. És így születtek a pindurpandurok. Na mindegy, szóval igazándiból ezt a végtelenségig lehetne besézni, és erről a végtelenségig lehetne beszélgetni, meg mit tudom én. Sokan sokféleképpen látják ezt. Nem tudom. Ugye kaptam ilyen megjegyzést is, hogy miért foglalkozok én annyira azzal, hogy más mit csinál? Itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy utána, amit az előbb is elmondtam, ezek a gyerekek, ezek a jelenleg egy hónapos, két hónapos, x hónapos, egy éves, másfél éves, tököm tudja mekkora gyerekek, ki vannak engedve. Tehát ők utána be vannak rakva ugyanúgy az óvodába, be vannak rakva ugyanúgy az iskolába. És a normálisan nevelt gyermekeknek lesznek az osztálytársai, meg csoporttársai. És szerintem ez félelmetes és ijesztő. Neked nem az, mert szerinted ez így helyén van, hogy a gyereked majd ő kialakítja magának, majd ő megcsinálja magának, meg majd ő eldönti. Hát, jó. Jó. Ez a kutya. Gyerekek, nem tudtok valami ugatásgátlót? Nem tudom, hallottam ilyen ugatásgátló nyakörvről. De egyszerűen nem hiszem el, hogy működik. Zserbó az utóbbi időben teljesen meg van gajdóva.
Vonyít, ugat, nyűszít, drámázik, ha ki van engedve, ha be van zárva, tök mindegy neki, neki semmi se jó. Nem is értem. Nem is értem. Nem tudom, hogy mit kéne vele csinálni már. Kiszedettem a hangszálait. De izébe voltam. Nehogy komolyan vegyétek egyébként. A izébe volt ez a nagy fiúpa. Hallod? Ezt nyomja éjszaka is. Ha ki van engedve, ha be van zárva. Ha evett. Ha tele van a hasa, akkor is. Ha ki van mozgatva, akkor is. Teljesen. Elmentek neki otthonról. Nem tudom. Egyfajtába izél. Eszembe jutott még valami. Amúgy. Hát ugye ő... kisfiú. Még. Szerintem már nem sokáig. Lehet, hogy az a baja neki. Úgyhogy... lehet, hogy kérünk egy időpontot az állatorvostól. Valaki írta, hogy szeretne videót az állatokról. Szia, apa! Szeretne videót az állatkertről. Hát igazániból semmi nem változott, úgyhogy minek csináljak új videót? Mert ha lesznek új állataim, akkor majd csinálok. De most jelenleg felesleges egyébként. Megcsappant a macska állomány, mert... a Maja már teljes mértékig családot váltott, úgyhogy ő már egyáltalán nem jár haza. A Zara szintúgy, az is egy kis mocsok, ő se jár haza. A két Csíkos jár haza, a Cézár jár haza. Szofi az teljesen tipli. Hát de ő ugye akkor, őt azóta nem láttam, amióta ugye mondtam nektek tavaly ilyenkor, úristen már egy éve nincs meg. Hogy nem jött haza, már egy jó ideje nem jött haza. Hát azóta se, sajnos. Cleo egy érdekes jelenség, ő valahol itt a szomszédságban talált magának új gazdát, viszont ez fixen hetente egyszer hazalátogat, meglátogat minket, bejön, körülnéz, nyávog egyet, eszik egy kicsit, és megy a dolgára. Úgyhogy ő ilyen heti egy macska lett, néha úgy benéz, van, amikor két hét is eltelik, hogy nem jön haza, csak látom itt a környéken, de amikor szólok neki, akkor toszik rám konkrétan. Hát igen, kevés hálátlanabb állat van, mint a macska. Na mindegy, Szakáka ugye a szembeszomszédomnál lakik, őt befogadta teljesen a szembeszomszéd néni, úgyhogy ő ott lakik, nagyon sokszor látom a háztetőn, néha ő is belátogat hozzánk, eszik egy kicsit és távozik, de mindenki csak enni jár egyébként. Úgyhogy igen. Hát ugye a vörös cica az a szomszédé, ő nem a miénk, őt is nagyon sokszor vendégül látom. De mondom, a Maja az teljesen letiprizett, a Zara is. Őt is néha látom, néha így látom elsuhanni, de ő se jön már haza. Hát Szofia, meg... Na mindegy. A két Csíkos állandóan hazajár, meg a Cézár. Őket mindig látom. Ez a két Csíkos macska akkorák, mint a nagy izék, ilyen mamutok. Olyanok, mint a mosómedvék. Brutális. Úgyhogy itt ilyen dolgok vannak. De halljátok, hogy milyen jól el van? Ott van a... mennyire látszik? Nem látszik. Ott a járóka. Fekszik. El van. Nézelődik. A járókának a szélére felcsiptettem az összes ilyen kis állatát. Hogyha hason van, akkor legyen motivációja kúszni. És nagyon próbálkozik egyébként elérni a bocit, vagy... ezt az ajtót ezt nem tudod halkan becsukni? Bocsánat. Van egy ilyen polip. Karácsonyra kapta ezt, hiszen azt nagyon szereti, mert csörög, meg zörög, meg minden. Meg mindig van rajta valamit monyózni. Baba, mama, konyha, várjál ezt a kommentet, ezt... Na, látjátok? Nem vagyok én annyira izé. Írt egy anyuka, hogy kipróbálta a hideg vizet a hisztire, leöntötte a gyereket, hisztizett tovább, kérdezte, hogy elhangzott a kérdés, hogy kérsz még, és abba hagyta. Ennyi. Látjátok?
Hamar rájön ő, hogy nem olyan buli vizesnek lenni. És anya leönt még egyszer, ha kell. Sőt, leönt még 60-szor, ha kell. Úgyhogy ügyes vagy, ügyes vagy. Sajnos így ennyi. Tehát egyébként természetesen mindig vannak kivételek. Ennél is vannak kivételek, van, akinél nem hat a víz se. Ott nem tudom, mi történik. De általában bejön a víz. Csak lehet, hogy nem elég egyszer leönteni, meg kétszer leönteni, meg fenyegetni, hogy le leszel öntve, hanem tényleg muszáj lesz leönteni, és lehet, hogy sokat kell mosogatnod abban az időszakban, de hidd el, hogy hatásos lesz szerintem. Legalábbis, nem tudom, engem így neveltek föl, pedig állítólag rohadt módhiszt is voltam. A Norbinál is volt egy nagyon durva időszak, amikor hát napi szinten legalább 3-4 ruhaváltás, mert mindenért már vörösödött a feje. De ez egy olyan időszak volt, hogy ez egy hét talán. Ez egy erősebb hét volt, amikor ő úgy gondolta, hogy már ő pedig neki nem árt a víz. Hát egy párszor le lett locsolva, sőt, ugye ezzel a növénylocsoló spritznivel volt már a végén locsolgatva, és egyébként az még hatásosabb volt, mert utána már azt játszott, hogy eldugta a spritznit. Emlékszel rá? Igen. Eldugta, hogy ne lehessen őt lelocsolni vele, és akkor nem tudom, vettem egy másikat, és akkor már kettő volt, akkor meg már az volt a baj. Na mindegy. Úgyhogy igen. Volt, mondom, nála is egy ilyen erősebb időszak, amikor egy kicsit több vizet kapott, mint az összes növényházban összesen. De hát hatott, mert nem hisztizett tovább. De egyébként minden gyereknél van ilyen szerintem, amikor így úgy jobban belelendül, és ő azt gondolja, hogy akkor most mit nekem egy kis víz. És emlékszem rá, Norbinál is rengetegszer volt, hogy Norbi, ha nem hagyod abba a hisztit, le foglak locsolni. Csak mondta, dúlt, fúlt, izért, nem hagyod abban, le foglak locsolni. Megint, izé, minden, puff az arcába egy izé, nagy pohár víz folytatta. Norbi, kérsz még? Puff, még egy pohár víz, na. És akkor most, és akkor tudod, és akkor már úgy láttam, hogy lehikad, meg minden. Jó, akkor itt volt a vége, és szerintem még így el is indultam akkor a felmosóért, és folytatta. Hát mondom, ez hihetetlen. Na, akkor még egy adag. És akkor az a harmadik adag víz az úgy lenyugtatta. Most nekem is ez a dal fog a fejembe menni, nagyon jó a videódra kelni. Ja igen, ma reggel, hát illetve tegnap reggel mindenkinek belebasztam a fülébe a Backstreet Boys-t. Sajnálom. De az én fejemből csak így írtódott ki, hogy Backstreet Boys. De egyébként egész nap ez ment a fejembe. Egész nap. Megjött az autón, megyek, sziasztok! Úgyhogy, ja. Borzalmas ez a dallamtapadás egyébként, és én úgy veszem észre, hogy most már az se segít, hogyha meghallgatom egyszer-kétszer, nem elég. Nem. Egész nap ez ment a fejembe, úgyhogy sajnálom. Bocsi! Akkor a tegnapi napotok ilyen Backstreet Boys-os volt. Ezért veszélyes mással ébredni, mert lehet, hogy rád ragaszt valami hülyeséget, látjátok? Mert a hülyeség mindig ragadós. Na, nem igazán beszéltünk ma semmiről, de azért remélem, hogy jót kávéztatok, én megint nem kávéztam, mert elfelejtettem. Na mindegy, majd holnap reggel az lesz az első, hogy megcsinálom a kávét. Igen, egyébként észrevettem, hogyha nem az az első, hogy rakom be a kapszulát és csinálom a kávét, akkor elfelejtek kávézni, mert el vagyok foglalva a buzi narancslevemmel. Na jó. Viki, köszönöm szépen a csomagot, nagyon király, nagyon cukik a badik. Ja. Valamit akartam még mondani, de már mindegy, lehet, hogy nem is volt annyira lényeges. Na, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, találkozunk legközelebb, remélem holnap, meglátjuk. Ja nem, várjál, hogy van? Ez pénteken kerül ki, nem, de pénteken kerül ki, akkor majd csak hétfőn találkozunk, hétfőn reggel, legalábbis remélem. Ez ugye annak a függvénye, hogy most akkor pénteken reggel tudok-e valamit felvenni, vagy sem. Ha sikerül, akkor találkozunk hétfőn, ha nem, akkor majd csak kedden. Szóval, hogyha nem sikerül felvennem semmit, akkor majd csak kedden találkozunk, de szerintem van mit nézni, úgyhogy, ja. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, találkozunk legközelebb, ezt már egyszer elmondtam, puszi, pacsi, sziasztok!